Ismét HPV szűrő kampány indul. Régóta beszélünk róla, de még mindig számos tévhit övezi ezt a vírust és az ezt megelőző védőoltás. A nők 80%-a átesik a fertőzöttségen legalább egyszer. Mikor és kinek érdemes megvizsgáltatnia magát? A férfiak is veszélyeztetettek? Miért érdemes minél előbb beoltatni magunkat és gyermekeinket? Ezekről is beszélgetünk a következő fél órában. Köszöntöm a vonalban Sestik Annát, aki a Baba Genetika Egyesület alapítója. Jó napot kívánok, szervusz Anna! Szia Judit, szép jó napot kívánok mindenkinek! És velünk van dr. Zákány Zsolt is, aki szülésznőgyógyász főorvos. Jó napot kívánok! Kedves csókolom, és szeretettel köszöntöm a hölgyeket, meg a bennünket, a hallgatókat, köszönöm. És ha már a hölgy bemutatásával kezdtem, akkor az úr megszólaltatásával folytatom, mert hogy úgy fogalmaztam, hogy a nők 80%-a átesik a fertőzöttségen legalább egyszer. Előfordulhat, hogy nem is tudunk róla, kigyógyulunk, az immunrendszerünk fellép ellene? Így van, pontosan. Azonban egy picit módosítanám, tehát az emberek 80%-a esik át legalább egyszer életében ezen a fertőzésen, a férfiak ugyanúgy átesnek rajta. A férfiak immunrendszer egy picit könnyebben győzi le ezt a vírust, a hölgyekét talán egy picit nehezebben, emiatt a hölgyeknél gyakoribb az úgynevezett perzisztáló fertőzés. Na most azt a fajta fertőzést, ami egy átmeneti fertőzés, ezt nagyon gyakran észre sem vesszük, hiszen tünetet nem okoz a HPV fertőzés sajnos, csak akkor, amikor már egy előre haladott állapotban mondjuk a ményakon megjelenik valamilyen elváltozás, eltérés. Ilyenkor milyen tünettel jelentkezik? Hát mint ahogy mondtam, sajnos az első tünet, amikor jelentkezik, akkor már azt mondjuk, hogy késő. Tehát a HPV fertőzésnek nincsen specifikus tünete. A HPV fertőzés leggyakrabban tünetmentesen zajlik, és akkor, amikor már elváltozást okoz, akkor már sajnos olyan tüneteket produkál, ami mondjuk egy előre haladott rosszindulatú daganatnak, vagy egy kezdődő rosszindulatú daganatnak a tünete. Tehát nem magának a fertőzésnek a tünete, hanem a fertőzés következményének a tünete. És akkor már nem is a HPV-t kezelik, hanem sajnos az előre haladott állapotot, amely akár daganat is lehet. Így van, így van. A férfiak is veszélyeztetettek, ha a daganat kifejlődését, kialakulását nézzük? Így van. Tehát most már a HPV-ről tudjuk, hogy a rosszindulatú daganatoknak a kb. 6%-át okoznak. Ezekbe tartozik ugye elsősorban és legismertebb módon a ményakrák. Ezentúl a különböző női nemi szervi daganatok, úgy mint hüvelydaganat, szeméremtes daganat kialakulásában is szerepet játszik. De a férfiak szempontjából a hímvesszőrák, illetve a különféle szájüregi és garatrákok kialakulásában is nagyon gyakran HPV fertőzés játszhat szerepet és kóroki tényező, ezen kívül a különböző végbélkörnyéki végbélrákok kialakulásában is szerepet játszhat a HPV, tehát látjuk, hogy a férfiak is igen-igen ki vannak téve HPV fertőzés okozta daganatoknak. És hát ha ki vannak téve, akkor felteszem, hogy az mRNS alapú HPV szűrés rájuk is vonatkozhat? Így van. Tehát az mRNS alapú szűrés egy nagyon-nagyon korszerű módszer a HPV fertőzés kimutatására, és tünetmentes esetekben is használható, mind a férfiak, mind a nők számára nagyon-nagyon fontos. Mi a helyzet a kezeléssel? Hogyan kezelik, ha fenn ez egy nagyon, áll? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Magát a HPV fertőzést konkrétan, célzottan nem tudjuk kezelni, nincsen HPV elleni szerünk, gyógyszerünk. Maga a szervezet immunrendszere az, ami legyőzi a fertőzést. Az immunrendszer erősítése több formában lehetséges, illetve jelen pillanatban már hozzáférhetőek a hölgyek számára különféle hüvelyi készítmények, amik nem specifikus módon ugyan, de segítik a szervezetet és konkrétan a hüvely immunitását abban, hogy legyőzzék a HPV fertőzést. Tehát ebben az esetben az a feladat, hogy figyeljék, gondolom, orvosi kontrollnak alávessék rendszeresen, majd pedig várják, hogy a szervezet ellenálljon és legyőzze végül. Így van. Tehát most, hogyha egy picit előbbről kezdjük ezt az egész folyamatot, akkor itt egy nagyon-nagyon fontos dolgot kellene hangsúlyozni. Tehát tünetmentesen is el kell járni szűrésre, még gyógyászhoz. Akkor is, amikor nincsen tünet. Na most itt a népegészségügyi szűrőprogram 3 évente javasolja, mi nőgyógyászok azért évente javasoljuk a nőgyógyászati szűrést. Monogám kapcsolatban is? Monogám kapcsolatban is. Na most a nőgyógyászati szűrés az nem csak a ményakrák szűrésére vonatkozik, hanem sok egyéb olyan nőgyógyászati betegséget is tudunk szűrni a vizsgálat során, ami akár rosszindulatúság, vagy akár nem rosszindulatú, hanem egy jóindulatú betegség tünetmentes szűrésére is alkalmas. Tehát ezért javasoljuk mi az évenkénti szűrést monogám kapcsolatban is, és akkor is, hogyha valakinek nincsen panasza.
Tehát a szűrés az mindig egy olyan embercsoportra vonatkozik, akinek valójában nincsen tünete. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, ezt kell hangsúlyoznom. Főorvos úr, maradjon velünk, Sefcsik Annához fordulok, aki a Baba Genetika Egyesület alapítója, elnöke. Megismertük már ezt az egyesületet, és azt is tudjuk, hogy az utóbbi években, az utóbbi hónapokban, lehet inkább így fogalmazok, különös figyelmet fordítotok a szexuális úton terjedő betegségekre, elváltozásokra. Ennek a keretében folytatjátok rendszeresen a HPV szűrőkampányt is? Abszolút, ahhoz is csatlakozik ez, mert szeretnénk azt, hogy minél több emberhez eljussanak ezek a témák és kampányok. Azt érzem egyszer, hogy tabusítva van, tehát hogy tabuként kezeljük, félünk, ugye, ahogy ugye te is feltetted ezt a monogámiás kérdést, tehát hogy nagyon, nagyon sok olyan kérdés van ezeknél a fertőzéseknél, amit nem tudunk megfelelően, vagy ugye téves információk vannak. Nagyon nem támogatom ugye ebben azt, hogy ilyen Facebook csoportokba dobjuk be kérdéseket, és onnan próbáljunk információkat szerezni. Vannak kiváló szakemberek, mint a doktor úr is, akik ebben hitelesen tudnak tájékoztatni, és ez ugye itt is egy nagyon fontos kérdés, hisz ugye nagyon sok minden megelőzhető lenne, hogyha rendszeresen járnánk a szűrővizsgálatokra, hogyha megfelelő helyeken tájékozódnánk, és azért itt én vállalom civil szervezeti vezetőként, hogy elmondom, hogy sokszor a szakmában is azt érzékelem, hogy nem megfelelően tájékoztatnak minket. Úgyhogy itt is nagyon nagy jelentősége van annak, hogy kitől kapjuk ezeket az információkat, és egy-egy ilyen kampányhéttel vagy hétvégével próbáljuk ezeket az információkat minél inkább, minél szélesebb körben eljuttatni. Javíts ki, ha tévedek, talán tavaly volt az első ilyen kampány hétvégétek, és nem tudom, hogy az kellően sikeres volt, azért lesz mostani hosszabb, vagy nem volt sikeres, nem volt népszerű a kampány? Alakult? Nagyon-nagyon sikeres volt ez a kampány hétvége, csak ugye felmerült az, hogy mentek volna még többen, tehát megteltek az időpontok, mentek volna többen vizsgálatra, illetve országszerte is, és most ezért is vagyunk erre büszkék, hogy azért 6 város csatlakozott most ehhez a kampányhéthez. Közte ugye például Berettyóújfalu is, ahonnan a doktor úr érkezett hozzánk, tehát hogy én azt gondolom, hogy itt ennek is jelentősége van, hogy országosan egyszerre több mint 50 orvos beszél erről, hogy mennyire fontos, és küldi el a saját üzeneteit is, és fogalmazza meg, illetve hétfőn lesz egy élőzés a Baba Genetika oldalán, amiben ugye az egyik meghívott vendég maga dr. Novák Zoltán, aki azt gondolom, hogy ebben az egyik legjelesebb képviselő, illetve ott lesz benne Tóth Ittó, a Málva Virág Alapítványtól, és dr. Nagyor Solya, mikrobiológus is, és mi együtt négyen próbálunk így a HPV-ről beszélni, hogy miért is nem tabu ez sem, és mik azok az információk, amit fontos mindenkinek tudnia. Itt a Karc FM-en természetesen ez a téma sem tabu, és az sem tabu, hogy hogyan terjed ez a vírus, mert hogy azt gondolom, hogy az egyik tévhit az ezzel kapcsolatos, hiszen a monogám kapcsolatban élők nagy része megvan arról győződve, hogy miután nem folytat mással szexuális viszonyt, kapcsolatot, ezért ő megmenekül a HPV ellől. Így van ez? Dr. Zákány Zsoltnak adom vissza a szót, aki szülész, nőgyógyász, főorvos. Akár egy közös WC használattal is terjedhet? Hát ez most egy olyan nagyon-nagyon nehéz kérdés, amire nem tudok egyértelműen igennel vagy nemmel válaszolni. Azt tudjuk a HPV-ről, hogy elsősorban szexuális úton terjed. Na most a szexuális aktus különféle formájában terjedhet, tehát nem feltétlenül szükséges hozzá közösülés, és sajnos az óvszer az nem nyújt ellene teljes védettséget, tehát elég a szemérem testeknek összeérni, és már is kialakulhat a HPV fertőzés. A közös WC használat vagy egyéb élettelen tárgyakkal való terjedéssel kapcsolatban vannak vizsgálatok, és kimutatták a HPV-t élettelen tárgyakról is, tehát elvileg nem kizárt, de azért hangsúlyoznám, hogy elsősorban szexuális úton terjed. Egy picikét a kérdésnek a másik részére visszautalnék, és a monogám kapcsolatban élők védettségére. Azt tudom mondani, hogy természetesen a monogám kapcsolat egy nagyon-nagyon fontos eszköz arra, hogy megóvjuk magunkat sok mindentől, testi betegségektől, lelki betegségektől, stb. Viszont ugye általában egy monogám kapcsolatban sem úgy megyünk bele, hogy teljes mértékben érintetlenek vagyunk, mind férfi, mind női oldalról, igaz ez, és egy korábbi szexuális kapcsolatból is hozhatunk HPV fertőzést, ami, mint ahogy mondtam az előbb, sokáig tünetmentes, semmiféle panasz, semmiféle tünetet nem okoz, és adott esetben egy hagyományos sejtkenet alapú citológia sem mutatja ki a hölgynél a fertőzést,
Viszont egy idő után, amikor elindul a folyamat, akkor már ugye kimutatjuk a sejteltérést, ennek kapcsán kimutatjuk a HPV fertőzést, és ja Istenem, vajon kitett rosszat a házasságunkban, nem kell lehet feltétlenül semmiféle rosszat tenni. Anna az előbb említette ezt a tabusítást. Igen, még 2022-ben is a HPV fertőzéssel kapcsolatban nagyon-nagyon sokszor a homokba dugják a fejüket a hölgyek, és adott esetben ilyen szerde szemmel néznek azokra a nőtársaikra, akikről kiderül az, hogy HPV fertőzése van is. Ja Istenem, ő egy rossz asszony, vagy egy rossz lány. Hát ez nem így van, mert elegendő hozzá egyetlen egy kapcsolat, és már is egy szerelmi kapcsolat, egy teljesen tiszta és teljesen magasztos szerelmi kapcsolat, és bizony-bizony létrejöhet a HPV fertőzés. Nagyon fontos még beszélnünk a vizsgálatról és az oltásról. A vizsgálattal kapcsolatban általánosítok, de én azt tapasztalom, hogy úgy vagyunk vele, hogy a citológiához valahogy hozzátartozik, vagy nem tartozik hozzá, nem tudjuk, hogy kérjük-e, ne kérjük-e. Lehet ezt külön bármitől? Az mRNA-s alapú HPV vizsgálat, illetve ez a kampány is arra enged engem következtetni, hogy tökéletesen egyedül is megállja a helyét ez a vizsgálat, és hogy érdemes elvégeztetni. Igen, nagyon-nagyon helyesen mondja, tehát viszonylag sok a zavar ebben a kérdésben is. Nagyon egyértelműek a nemzetközi és a hazai protokollok is, tehát elsődlegesen a sejtkenen alapú szűrést javasoljuk. Ennek egyszerű financiális oka van, a társadalombiztosítás, illetve a biztosítás ezt finanszírozza a hagyományos állami rendelőkben. Azonban mind Magyarországon az ajánlás, mind a külföldi protokollok azt javasolják és azt mondják, hogy 35 év fölött sokkal nagyobb hatékonysággal tudnánk szűrni a ményekrák megelőző állapotokat, hogyha HPV alapú szűrést végeznénk. Uh-huh. Ezt a HPV alapú szűrést lehet kérni, ez sajnos térítéses, és ennek egy új változata az mRNA-s alapú szűrés, ami egy nagyon-nagyon fontos segítség a szakmának, és nagyon-nagyon fontos segítség elsősorban a hölgyeknek is, mert így nem keltünk fölösleges riadalmat. És ugye a szűrésre visszatérve, a szűrés elvére visszatérve panaszmentes embereknél végezzük a szűrést, és mindenki úgy megy el szűrésre, hogy egy negatív eredményt vár vissza. És hogyha véletlenül pozitív eredményt kap, és az van benne, hogy HPV fertőzésem van, akkor nagyon-nagyon sokan megijednek. A HPV fertőzés nem egyenlő a ményakrákkal, vagy a ményakrák megelőző állapottal. Az mRNA-s alapú szűrés nekünk pontosan ebben segít, hogyha ezt a módszert alkalmazzuk, akkor mi gyakorlatilag csak azokat a hölgyeket tudjuk kiszűrni, akik valóban veszélyben vannak egy HPV által okozott fertőzés következtében. Anna, nem tudom, van-e rálátásotok a védőoltásra, a fiatalok körében népszerű, vagyis a szülők belátják ennek a súlyosságát, beoltatják a gyermekeiket? Hát amennyire én tudom, igen, és elindult ugye az a kezdeményezés is, hogy a fiúkat is oltsák, de azért itt nagyon fontos az is, Judit, hogy arról is beszéljünk, hogy a felnőttek is oltathatják magukat. Tehát, hogy ugye én, aki ugye ebben csak a civil szervezeti vezető vagyok, én magam találkozom azzal a kérdéssel is, hogy miért lehet oltatni akár 25 év felett is. Tehát, hogy én ezt is, inkább most a doktor úrnak át is adnám a szót, de hogy ő is pár mondatban ezt mondja, hogy igenis lehet, és hogy ez miről szól. Főorvos úr, sosem késő beoltatni magunkat? Igen, sosem késő. A szervezetoltás az a Nemzeti Oltási Programban a 7. osztályos lányokra és a 7. osztályos fiúkra is vonatkozik most már 2 évre, tehát 2 éve ez egy nagyon-nagyon fontos tény. Viszont ugye ez egy kampány keretében történik az iskolában. A későbbiekben a 18, 20, 25, de akár a 40-50 éves hölgyeknél is mérlegelni kell, és mérlegelni lehet a HPV elleni védőoltásnak az indokoltságát, és minden további nélkül javasoljuk. Egyet biztosan tudunk, hogy gyakorlatilag egy veszélytelen, mellékhatásmentes oltásról van szó, a haszna az viszont óriási, hiszen gyakorlatilag 90% fölött véd bennünket egy rossz indulatú daganatos betegségtől. Kérdezem én, van-e másik ilyen rossz indulatú daganat, amit ismerünk, ami ellen védőoltásunk van? Nincs. Hát akkor ez szerintem teljesen fölösleges ott hagyni a polcon, ezt be kell adni mindenkinek. Sefcsik Annát szólítom az interjú végén. Gyakorlati segítséget adj nekünk, akik érdeklődnek a kampány iránt, mit és hol keressenek? Abszolút, köszönöm a kérdésedet is. Időpontot foglalni a Vascular Diagnostics oldalán keresztül lehet, ott meg is található az, hogy kik azok, akik részt vesznek rendelők ebben országosan. De a baba genetikához, aki fordul, mi is nagyon szívesen segítünk el irányítani.
az embereket. Én is például megosztottam a saját Facebook oldalamon, és már volt olyan ismerősöm, aki jelezte, hogy be is jelentkezett, úgyhogy így is ennek gyönyörűen megy a híre, illetve általatok, amit ismét nagyon köszönünk tényleg, Judit, hogy ti vállaljátok, hogy erről beszéltek, és segítitek, hogy minél jobban eljussanak ezek az információk az emberekhez. Nagyon szívesen tesszük, és köszönöm, hogy velünk voltatok. Az elmúlt percekben Sefcsik Annával, a Baba Genetika Egyesület alapítójával és dr. Zákány Zsolt szülésznőgyógyász főorvossal beszélgettem. Köszönöm, további jó munkát kívánok mindannyiuknak.